Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Santos utca 8. Az MD Média Szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lantos utca 8 című műsorunk második adása, itt a Parallax Retroverzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Állandó partnereimet is köszöntöm sok szeretettel, elsőként Gizur Gergő, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! És Melon Attila, szia Melon! Sziasztok, sziasztok kedves hallgatók! Na, mi történt ebben a részben? Végre kapunk egy kis cselekményt az első részhez képest. De kötik a telefont a vágás, vagy a mágenhelymékhez. Azt mondja, ki jön, később ki Nem, ezzel kezd, ez a legfontosabb, így kezd, a legfontosabb dolog. A telefon történet onnan indul, ugye, hogy Júlcsi fölkelti Ádámot, hogy feladat van, hello. Tehát már elkezdi azzal cseszegetni, hogy figyelj, neked itt ma aztán a világ legfontosabb feladatát kell végrehajtanod elmondja neki az összes, ezért, mire kell figyelni, mit, hogy úgy lerendezi, néztem. Szóval a lényeg az, hogy a nagy esemény megtörténik, ugye 1987-ben a telefon az még egy újdonság volt, vezetékes telefon, nem mobil, tehát azt nyilván nem is kötjük be, és de mágen hely még abban a kiemelt státuszban vannak, hogy nekik bizony jár, és ennek Juli elképesztően örül, mert azt gondolja, hogy ezzel ő csatlakozik a krémek kréméhez, felkerül egy olyan be tud beszélgetni tud a világgal, ő egész nap telefonon fog lógni, neki hosszú zsinór kell, hogy ő a fürdőszobától a, a, a konyháig, és visszaverze tudja szaladgálni, miközben a barátnőivel a világ minden tájáról beszélget. Minden tájáról És, ami nagyon fontos még, hogy fehér készüléket kér, mert a fehér az jó. És Ádámnak ugye kiadja feladatnak, hogy nem érdekel, hogy te délutános leszel, és mondjuk éjszakáig fogsz dolgozni, és délőtt aludnál, te a telefont fogod intézni, mert az Attila is mondta, a világ legfontosabb dolgáról beszélgetünk. Na de Juli mit cseszegeti a szerencsétlen Ádámot, érted, aki éjszakánként mentő és életeket ment, a Juli meg csak kenegeti az emberek arcát. De ez őt kevéssé érdekli, tehát az, hogy most a... Igen, neki az a lényeg, hogy a státusz Én meglegyen. Van. És ezt na, tényleg lássuk. be. De... Hiszen ha nem nincs telefonod, senki vagy. É, státusz szimbólum volt. Hát, Akkor így, leszel no? valaki, megmondta, ha van telefonod, vagy valaki. Itt visszajön, amit az első részben is beszéltünk, hogy ő az a nagyvilági valaki. Vanabí uh, vanabi nagyvilági valaki. Vanabi, igen, vanabi nagyvilági valaki, oda szeretne tartozni, és úgy gondolja, hogy a telefon ez egy nagyon jó gródeska. De lehet vele flexelni. A ti családotoknak mikor lett telefonja, telefonvonal erre vissza tudtak emlékezni? Én egész pontosan, amikor bejött a Veszter 0660. Addig nem volt. <laughs> Nálunk bőven a, hát 96, tehát nagyon későn, és emlékszem, akkor végre kioszták azt a rohadt vezetéket, és behúzták, én nekem minden nap az iskola után az első dolgom az volt, hogy hazamentem, és meghallgattam, hogy van-e már vonal. Aztán egyszer csak lett vonal, én úgy örültem, mint majom a farkának. Mint Júli. Mint, 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 mint Júli a farkának? Nem, mint Júli a telefonnak. És mind, viszont akkor már minket lehetett hívni, de mi még nem tudtunk, és mindig az Ábrahám Edit bemondta, hogy nem jogosult. Az ön által használt telefonállomás a kért szolgáltatásra nem jogosult, és ez mindig bemondta. És én nagyon mérges voltam, hogy mi az, hogy nem vagyunk jogosultak. És ezt minden nap kipróbáltam hogy mikor működik, és egyszer csak működött. Hát én nagyon boldog Legalább voltam. Legalább Iker volt. Á, francokat egy sima egyszerű zöldszínű General Electric készülék volt az először. De, de nem, Iker vonal, azt ott volt olyan, hogy mit tudom, behúzták a panelba, és a szomszéddal ugyanaz de volt. Ezt, ugye... nem, ez, 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 kertesház volt, tehát nem, és, és saját hívószámunk volt, mert ez már azért abban az időszakban volt, amikor nem az Iker volt, csak ki kellett várni, még a Matáv végre fölpattintja azokat a rohadt vezetékeket az oszlopra. Aha, hát nálunk is volt az egyik osztálytárs, akinek hát mondjuk akkoriban komoly pártállami funkciót látott el az apukája, tehát nekik volt jaj, telefonjuk. Jaj. Hát ilyen szürke kabátba járt dzsippel. Na mindegy, szóval nekik... Hogy ne fázzon. Igen. Nekik uh, volt telefonjuk. Istenem, mennyit jártunk mi oda telefon betyárkodni. Ez egy állandó program volt, a suli után felmentünk hozzájuk telefon betyárkodni. Na most visszatérve a szomszédokra, hogy Ádámnak a kedvenc karakterét, Julit, egy kicsit még vesézzük ki. Ugye megtörténik a telefonbekötés, hát konkrétan gányolják ezt a telefonbekötést, de mindegy, tehát ez, a, a, amit ott csináltak a folyosón, az a gánymunkának a, gány a szója és zöld telefonkészüléket kapnak, mert hát itt nincs választás. Azt kapod, ami Most van. Most a zöld van sorol. Ennyi, de. az a, senkit nem érdekel. De hát mi fehéret kértünk, és tényleg szerencsétlen Ádám többször is elmondja, hogy de hát fehéret, az senkit nem érdekel. Annak a zöld telefonnak mi a létjogosultsága? A zöld színnek? Igen, amikor azokat a telefonokat meg, elkezdték gyártani, akkor miért gondolták úgy, hogy akkor most gyártunk 300 darab fehéret, 300 darab valamiért, meg, három, meg feketét, és még 300 darab zöldet. Tehát ki az, aki zöld színű telefon gyárt? De azt Valószínűleg ér... ez ment valamelyik domus bútorhoz, tehát. Tehát a a annak idején, ha megnézed a, a bútorokat és a, 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 a ruha áll függőn, stb., tehát a fos zöld. Ez ezek egy... A foszs zöld az egy létező szín volt. Ez a fos zöldhöz megy. Ennyi. Semmi környezetvédelem nem volt benne, ment a fos zöldhöz. E, figyelj, ha csak belegondolsz, régen mondjuk a varburgok milyen gyári színekbe jöttek. Így van. Tehát... Abból is volt zöld, ez az agresszív zöld. Hát meg olyan barna, hogy... Hát meg a fosz barna. Hát... 12-es karika. Köszönöm. De azt a gyerekek már rég használják. Jó, mi történt még ebben a részben? Hát uh, Julirval Julir akartunk beszélgetni, mert a zöld telefona, megakadtunk, hogy uh, Julit becsész, de Muszáj kibeszélni. De van Julit. még Juliba más. Hát milyen hisztit levágott akkor, amikor megtudta, hogy van telefon, de zöld, és már lecseszte Ádámot, hogy hogy lehetsz ilyen béna, hogy képtelen vagy elintézni a fehér telefon, mikor megmondtam, hogy fehér legyen. Ráadásul Ádám ugye utána le is teszi a telefon, mert ő még ott a szerelőkkel akart bazseválni. Nem értő még itt rá arra, és ő meg várja. Juli olyan hisztit vágott le még utána is a szalomban. Hihetetlen, hogy erre se képes, nem adta meg a számot, hogy visszahívjam. Igen, tehát az a viszont úgy lehordja hülyézi minden, tehát hogy. Fú, semmi öröm nincsen. Te Tehát nem fehér a telefon, hanem zöld. Meg a telefonszámot, el kell válni. És arról beszélget szinte a vendégével, hogy neki bárcsak ne lenne férje. Aki de finoman de. utal rá, hogy azért inkább csipkedjen magát, mert neki mennie kéne, és kenje az arcát tovább. Így van. Mert ez Juli, az arc kenegető. <laughs> ez nagyon jó lesz, még ez a sok rész, hogy Ádám, amikor lehet, bele fogsz állni, juliba. Én nagyon Ezeket... utálom a Juli karakterét, és a későbbiekben még jobban fogunk. Ádám rálni. szídja Ádám feleségét. És Igen, jeljans. még sosem hallottam ezt, hogy azonos a keresztnevünk. Basszú! A manóba, hogy ez nekem most esik le. Én egyébként gyerekként nagyon örültem, mert kevés áld... Én egyetlen gyerekként egyetlen nem ismertem más Ádámot. És amíg tévéműsorokban itt ott ott, mindig kimondtak neveket... Én igen. Er, mint Robert, es, mint Sándor, té, mint Tamás. Jó, mondjuk Tamás is vagyok, de hogy de szerencsekerékben itt ott sok, sok név mindig elhangzott, de az Ádám soha sehol, és én nagyon örültem gyerekként, hogy, hogy van egy sorozat szereplő, aki ráadásul kedves, aranyos, szimpatikus, és Ádámnak hívják. Kedves hallgatók! És esetleg egy közös névnapi bulit tudtok rendezni, ami nem csak a szűk családi körbe van. Hát a, névnap, a névnapról azért Ádámként azt mindenképpen el kell mondanom, hogy két Ádám van egy évben, szeptember 9-én, és Szenteste, december 24-én. Na most a Szenteste, hogy december 24-én van névnapod, azt mindenki magasról tesz rá, mert úgyis mindig boldog karácsonyt van, és akkor jaj, jaj, neked névnapod van, akkor jó boldog névnapot is esetleg. Szeptember 9-én meg a kutya nem tudja, hogy Ádám nap van. Hogy az Ádámoknak ez egy ilyen önsorsrontó dolog, dolog a nevünk tulajdonképpen. És én ahány Ádámot ismerek, azért mindenki elmondja, hogy hát ő azért jobban szereti, vagy a többség inkább úgy fogalmazok, jobban szereti szeptember 9-én ünnepelni, amikor nem homályosítja be, a Jézus ezt az ünnepet. Ja, hát figyelj, akinek egyébként van több lehetősége, ugye nem úgy, mint például egy Attila, amiből egyetlen darab van, de mikor egy korábbi barátommal megismerkedtem, aki Feri névre hallgat nekik, ugye három van, és kérdeztem, mint frissen megismerkedettek, hogy hát melyiket tartja mégis. hogy melyiket? Mindet. Nekem rohadt sok van egyébként, de a kedves hallgatók szeretném elmondani, hogy a kötelező Ádám perceket hallhattuk. Ádámizmus és volt. És arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a, a szem a szemes sarkában egy köncsepet morzsoljon el Ádám sanyarú sorsáért, aki gyermekkorában soha senki nem köszöntött Törfej névnapjára, mert mindig csak az a hülye karácsony. A kis Jézus mert megszületni azon a napon. Az... <laughs> Na hát ilyen tulajdonságokat tulajdonítok én kedves Julinak is. Tehát ő is egy ilyen típusú... Van bennetek igen... közös, ez szép. Nem szereted is, van bennetek közös. Egyszerűen érzem az összefonódást. Szerintem te is hisz itt levágtál volna a zöld telefonét. Hát ne arra hogy Gergő, ha én azt mondom, hogy vegyél egy fehér autót, és hazajössz egy ilyen fosz kimondta, Ki mondta? Ki mondta? Akkor, akkor Várjál, bocsánat, ha, ha 87-ben a Merkur, és ezt kérem neki nem kisípolni, tehát ha 87-ben a Merkur azt ad, akkor annak fogsz örülni. Egyébként ez így igaz. Ez egyébként így igaz, mert hogy az nyilván talán van olyan hallgatói hallgatónk, egy hallgatói réteg, aki már ezt nem tudja elképzelni, hogy nem az volt, hogy bementél az autószalomba és megvetted a, az autódat, hanem bizony éveket, hosszú-hosszú éveket vártál rá, és hát ugye tulajdonképpen így berohantál a Merkur telepre, és a Mázdi volt, olyan volt, amilyen. Olyan kocsit ö, tudtál szerezni, aminek mondjuk minden meg volt. Bocsánat, egyben javítanék, tehát azért a használt autótelepen ott kaptál, csak ugye úgy volt, hogy ha a Merkurnál vártál itt a 5 évet, megjött az autót, akkor fizettél érte 52 ezer forintot, ugyanazt a használt autótelepen megvehetted 300 ezerért. <laughs> Hiszen volt, aki ugye kicsit csókos volt a Merkurnál, lehet, hogy előbb megkapta az autóját, lehet, hogy akár nem is egyet, és az másnap már bizony kint volt a használt autóvásáron. Szerettetek a telefon elterjedés, az miért menti el lassan abban az időben? Mi, mi nem, nem, látom annak az összefüggését, hogy a pártállamnak esetleg érdekében állt volna azt, hogy a hogy visszatartsa a telefonvonalak bekötését. Nem, egy hálózat kiépítés. Bénázás. Egyszerűen a béna, klasszikus magyar bénázás. Ez egy hungarikum. Tehát nálunk azért, tehát amit én, én ezt, én ezt végéltem, majd meséltem ugye otthon nálunk kint. És, és már értem, akkor a postához tartozott ráadásul. Hát tudjuk, hogy mi van a postán, csak próbálj elküldeni valamit, egy, egy sima levelet. A posta alapvető szolgáltatása levélküldés, és az sem, az sem megy nekik. És akkor úgy hallom, hogy ezek után a Magyar Postán kívül bármely szállító cég szponzorációját várjuk szeretettel. A következő adást a, 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 a műsor támogatója az MPL. <gül> <gül> És mostantól jót mondunk róluk. Igen. Milyen nem az ő hibájuk. A... Nem az ő hibájuk MPL. Nem. Mostantól csak jót mondunk A posta majd akkor fog majd bejönni ide szponzornak, amikor majd ott tartunk epizódokban, hogy a kutyának lesz egy postás nő sz szerelme. Az még úgyis arrébb van, nem tudjuk ki a kutya, mert őt nem vitték haza az első részben, maradjunk egyben. Viszont Takács és Bőm elmentek bevásárolni, igen, majd az első, bolti az első bolti nagy jelenet. bolti jelenet, és majd eznek nagyon fontos bolt lesz a későbbiekben. Közért. Hívjuk közért így igen. közért. Ez még közért. És ott már. Nem fog menni. Dehogy nem. Menni fog. Vagy te annyi idős, hogy menni fog. Figyelj, próbáljuk egyszerre. Egy, kettő, három közért. közért. Volt jó akkor egy piros fekete pontot bevésünk Attilának semmi baj visszamegyünk a, hozzá az ellenőrződet, de a kék köpeny megy gyereki szóval viszont megvolt már az a, az első klasszikus élet, amire nagyon sokat fogunk találkozni hogy az aktuális szereplők a közértben vitatják kis meg az, na, kis nyug, és kis vitatják meg a világ én... nagy dolgait vitatják meg a nagy dolgait és uh, mi előtti, még elmondjátok erre a véleményeteket, hogy mit hallottatok és mit nem, És szeretném megint felhívni a figyelmet, a, amit az előző részben is kiemeltem, a környezetre. Tehát, hogy tényleg egy, a, a, egy közértben vagyunk, azok, majdnem, majdnem Azok, azok a berendezések, és a végén az a kávé daráló, emlékeztek a pénztárgépek? Meg megvan, a mák daráló, én, én ott gyerekként mindig, mindig beszél, beszél, bedrogoztam attól a kávé illattól, imádtam. És Ez ott, darálták a kávé. Hát és ott darálták a kávét a taki a is. Közértekben. Tehát óriási, imádom azokat a tölcséres töltséres De látunk a jelenetben olyan problémát, ami egyébként maig máig probléma, a kisnyugdíjasok problémája, hogy 10 a felvágottat vesz, és 12 maradt. Az ha. már sok. És hát nem, az mert nem. ugye az már sok. Ugyan vitatnám ezt az a, azért, na mindegy, én ezt nem, nem tudom, de hogy ez egy felvágottat, azt a két dekát, az hogy veszi le róla? Egy szelet. Egy szelet. Ezt ma, ezért, ma, ezért ma egy random boltban a, a pultos csaj azt szerintem hozzád vágja ezt a szeletet és mond valami cifrát, hogy mi az, hogy nem. Itt bennem egy kapásból ez jött le, hogy, hogy ez a pultos csaj mindjárt hozzá azt de hogy hol vagyunk és mit nézünk. És az persze, persze, jött utána rögtön a púder, hogy hát ez nem fér bele még egy szelet. Egyébként teszem hozzá, meg előre szaladunk egy kicsit az időben, ahogy ezt az előző podcast adásban tettük. Ö, tehát Lenkenéninek is lesznek majd ilyenek, amikor fölkapja valamelyik pultos a vizet, és akkor Lenkenéni teszi helyre, hogy a kösnyugdíjasnak hidd el, hogy az számít, hogy te most 12 dekát vágtál, vagy 10 Tehát, hogy hát jó, végül is ő végés, tényleg alacsony, tehát kisnyugdíjas, ez rendben van. Ja, és ráadásul ugye vágják, itt még nem, ugye nem ez a szeletelés van, és azért az elvárás volt, hogy ezek, a, ezek a kereskedők, azok tényleg beletaláljanak. Tehát, hogy én nem tudok 25 éve kérni, ha én 50 a húst akarok venni, az mindig 48 vagy 56. Tehát, hogy egyszerűen a henteseknél ez, szerintem ez direkt van, hogy egyszerűen direkt fölélőnek. Ádám, akkor vesd be bőmnek a taktikáját, és mondják, hogy 50-et kérek, mert én kisnyugdíjas vagyok, és nekem nem fér bele a büdzsébe a több. Esetleg megint egy nyúlüreget, hogyha itt megnyithatok. TikTokon van egy hentes, aki azzal Hasít a TikTok hogy pont annyit hogy, vág le. Gramra levágja. Mennyi hozzá, Adam. Ennyi. Mert belőlünk az iskolába, elmenjünk iskolába, meg tudjuk, hogy Jutka énektanár, és a nagyon énekes, az... rajz. énekes rajz. Igen. A, de, de, de most később éneken... nem lesz rajztanár, tanár csak ének. É, nekem mindig az lényeg, hogy ének, és nekem ez nagyon kínos, mert, mert az a borzasztó. Ez szal... olyan, mint a másik telefondugó, hogy így eltűnik. Az kiseépítették egyiket se, de mindegy. De kettőért fizetett, meg mondta, hogy egyet ide szereljél föl, egyet oda szereljél föl. Ezért kért kölcsön meg Taki bácsitól. Az nem. Az egy, az egy nagyon jó dolog volt éked, ez jó, hogy mondod, ez, ez, hogy az első részben Magenheim visszautasította, hogy, hogy kapjon hálapénzt, vagy bármit, hogy borítékba megkapja ugye a zsét, azért mert megmentette az öreget a téren. Viszont itt a telefonszerelők kapásból várták a zsebbe a lóvét. Tehát, hogy amíg ő ezt sértőnek tartotta, hogy plusz pénzt kap azért, ami a munkája, ott a szerelő elvárta, hogy kapjon plusz pénzt azért, ami a munkája. Na jó, de hát ő itt felülemelkedik végül is. Egyrészt, másrészt meg azért van egy nagy különbség, ő a hipokratészi eskü alapján életeket ment. Ő meg a Bell esküre, ennyi. Az egy hivatás, amíg telefonszerelőnek lenni egy munka. Amit hivatásként is felfoghatná. Ti, ti adtok jattot a Vodafonosnak, vagy a Digisnek, amikor beköti a kábel-tv Az Sikerült egy cégen belül mondanom, tehát <laughs> Akkor De, ré, ez... régen volt, akkor még nem. Vagy egy boltban, ha valaki megmutat valamit? Nem. De taxiban mondjuk már az ember esetleg ad? Nem. Szerintem teljesen he helyzet meg emberfüggő. Az ebben is van, hogy teszel olyan pluszt esetleg. Igen, tehát hogyha valamilyen plusz szolgáltatást, akár de hogyha mondjuk egy szarnapon van, és egy jó szót vagy egy mosolyt kapok, akkor mondjuk kicsit könnyebben nyílik a zseb. Itt, nagyon, itt van egy nagyon fontos dolog, ha már a beszélünk, hogy az a fél, aki szolgáltatást ad, az mennyire várja el? Tehát, hogy itt én ez mindig szerintem sokat számít, hogy elvárja el tőled, vagy nem? Mert attól engem kiráz a hideg, ha valaki elvárja. De az iskolára induljunk el újra szerintem az iskolába. Vissza, az iskolába, ahol énekóra van, Jutka tartja az énekórát, és van egy rendkívül kínos éneklés, majd egy kicsit mesél is a szisztematlan szózatról. De a, az egész cselekménynek az a lényege, hogy egy kislány egyszer csak fogja magát, és nagyon látványosan kiborul a padból. És hát a többiek közlik, hogy nem emlékszem a nevére, lehet, hogy nem is mondták, de hogy hát ő sosem reggelizik, hanem csak kólát vesz a büfében. És itt nagyon aggódunk érte, hogy mi lesz vele. És Pedig ugye a cukra nem esne le, hogyha valóban kólát venne a büfében, mert egyébként lehetett 87-ben kólát kapni az iskolai büfében. Olyannyira, hogy láttuk is az asztalon magenheim az első részen a, a pepsi kólát. Pepsi Coca-Cola, így van. <gül> <gül> uh, igen, szerintem most egy kicsit itt uh, menjük is tovább ezen a vonalon, bár ugye a sorozatban vagy az epizódban uh, éppen más jön. Magdosnak közte, igen. Tehát ugye a jutka azért eléggé Aggódik ezért a lányért, tehát azt ő érzi, hogy nincsen ott valami rendben. Bocsáss meg, a Tila, folytasd nyugodtan, csak ez azért van felfőzni, mert Jutka karakter itt pontosan az a klasszikus pedagógus, ami, amit, ami, ami, tehát ez a minden gyerekkel külön törődik, tehát ő nem csak a kislányért aggódik, hanem úgy mindegyikért. És ő itt, itt belül ez a klasszikus pedagógus uh, szerepe. Ilyenek voltam, voltak a tanáraim. Igen, meg tanáraink, ilyenek voltak. Uh, tehát ő a klasszikus pedagógus. Nálunk is szerintem egyébként, tehát amikor gyerek volt, mert nem emlékszem ilyenekre, hogy jöttek a pedagógusok családlátogatásra, meg én beszélgettek ott a szülőkkel a nappaliba, igen, voltak ilyen dolgok. De igen, tehát hogy ez, ez egyébként itt nagyon szépen kitalált, meg egy tök jól el is játszott dolog, ugye, hogy egy ilyen szegény sorsú gyerek történetére nyitnak egy ablakot, lényegében itt a az írók, és ugye itt kiderül, hogy a hát a kislen lényegében hót egyedül lakik otthon. Anya, anya sosincs otthon. Aki alkesz de... amúgy. Hiszen arra van kondicionálva a gyerek, hogyha vendég érkezik, akkor már balaszpálinkát tölt neki. Szilva. Szilva pálinkát, bocsánat. Ez, ez nagyon, az, az, nagyon tetszett egyébként, hogy cset, da, raktak ki a, a, nem is Most Ez egy borzasztó szomorú jelenet volt. Ugyan? Igen szomorú Igen. szomorú jelenet volt. Tehát ahogy belépnek a lakásba, kislánynak az első, hogy jöjjön be Jutka néni, üljön le, és már tölti neki ezért. És nem is tampedlibe, hanem egy nagyobb pohárba. Szóval ez, ez valahol mondom egy nagyon szomorú jelent, hogy akkor kiderül, hogy anyuka nincs otthon, a gyerek úgy tudja, hogy két helyen dolgozik, ugye Isten tudja, hogy valójában igazából mi történik. Meg tudjuk, hogy apuka elhagyta, de a gyerek az pedig még mindig abban van, hogy hogy várja apát, mert, mert egy ilyen tündérmesébe, vagy apa azért nem jön, mert nehéz neki, és hogyha ő most vesz neki egy autót, mert kiderül, hogy erre rakja félre a pénzét, ugye nem az, hogy ezért nem vesz uzsonnát, mert hogy apjának gyűjt autóra, hogy ez a tündérmese, hogy akkor majd tényleg el fog jönni újra az apja, és szegényként nem veszi észre, hogy igazából ugye egy, egy álomvilágban van, és hát őt sajnos csúnyán tesznek a sorsára a szülei. Ez egy, ez egy, egyben nagyon szép és nagyon szomorú történet is. Mert nagyon szép és naív, hogy a kislány így gondolja, de közben pont ugyanezért szomorú is. Hogy, hogy tényleg ennyi idősen neki gyakorlatilag mindent egyedül csinál. Tehát ő megy bevásárolni, mindent ő csinál. Teljesen magára van hagyva. Oda van rakva a pénz, amennyi van, vedd meg, hello, ennyi. Ádám, téged, nem tudom, tehát hogy én nekem úgy tűnt, hogy ennél az egész jelenetnél már a gangtól kezdve végig, mintha nem hasznos hanggal dolgoztak volna, hanem, hanem rászinkronizáltak a volna. A kislány az biztos, A kislány valami, ott, volt. ott valami nem stimmel, Igen, ugye? ő végig szinkronizálva vajon, vajon az ugyanő volt a hangja, vagy egy teljesen nem, más? más. Más, aha. Ez amúgy régen volna. Magyarországon ez divat is volt, például a Linda című sorozatban több főszereplőnek. Ott, ott igen, igen, Más a hangja, itt is igen. hasonló volt. Most nem jut eszembe sajnos a, a, a kislány hangnak a neve, ő is nagyon, nagyon ismerős volt, igen. Híres szinkronos gyerekként is és felnőttként is, most hirtelen nem jut eszembe a neve, de igen, ott, ott át van szinkronizálva az egész. Gyermekeim fenn az urban, egy nagyon fontos részt kell megemlítenem, hogy amikor gányolják azt a bizonyos telefont a folyosón, és hát zörögnek, egy fontos karakter jelenik meg, egy fontos szereplő, megérkezik a művész úr. Sümegi Oszkár! Sümegi Oszkár művész úr, Palocszlászló. László alakítja. <síns> szintén egyébként szerintem zseniálisan. De még más karakter, ő hosszú ideig teljesen más karakter, mint később lesz. Hát itt még egy negatív, inkább negatív karakter. Én nem tudom, nekem ez a műv művész karakter, ez nagyon túl van tovább. Megint viszont. a művész, aki a hetediken lakik, egy kis-pici lakásban. Tehát egy... Ennyi gázsiért? Mert itt is, itt is ugye az volt, hogy hát neki pihennie kell, este fellépése lesz, és gyakorolnia kell, hát neki itt ne zajongjon senki. Na jó, lehet, hogy neki nem kellett megvenni a gazdag réti lakást, hanem kiutalták. <laughs> Igen, amúgy, ha, ha, ezek, hát ez, a, ez a lakás, vagy ez a lakás most épült, akkor ők mióta lakhatnak már ott? Mert ugye ezek, ezek új lakások voltak. Hát ha meg kinéztünk a, a Magenh hát Még nem, nem volt le aszfalt, az út? Hát nem csak az, hanem konkrétan, hogy ha a vágásék ablakán, konyha ablakán kinéztél, akkor szembe csak a, a sár volt, meg a mindent. Tehát nem volt a túlodon semmi. És mi a kérdés, hogy a többiek mióta laknak benne, vagy Igen. mit tudom én? Egy hónapja. Hát de úgy csinált, mintha ő lenne már ott az Atya Úristen, aki hát száz ne, éve itt lakik. Figyelj, hát most ne viccelj, hát itt, itt is, hát hiába jönnek új izék, műsorvezető kollégák, hát nyilván itt azért itt, mi vagyunk az Atya Úristen, mert már itt voltunk, tudod. Hát nem, Értem. de hogy ez okay, egy kicsit jó. ilyen, hogy most egy hónapja vagy egy napja is, de igen, egy kicsit úgy tűnt, hogy itt a egész ház ott lakik már ezer Aha, éve, ez erre közben utalni, meg igen. az első emelet most költözik be, ne egy új, új, ház, ami megépült. Igen, ez van egy belé kis ellentmondás. Nagyon, nagyon jól tudjuk, kettő hete laknak ott, hiszen két héttel korábban az első epizódban költöztek. De a Lászlóék Egész is? Pont. De mondjuk ezt, Akkor adják át a, a sümegi... házat. De hát, gyere, akkor e... hát, ott a kulcssal ott áll a bőn, Hát ez a... az. De akkor a Sümegi Oszkár már két hét múlva már, már így áll hozzá. Jaj, figyelj, is, ismerünk ilyen embereket, egy nap nem kell neki. Igen. <laughs> Vérlázító. Szegény bőmöt még jól le is. Így. Kérem. De nagyon jól csinálja egyébként. Igen. Egyébként, tehát ugye minden házban megvan ez a fajta karakter. Tehát, és, és, megint ugye vissza tudunk fordulni, amit az első adásban beszéltünk, hogy és tényleg ki vannak találva azok a karakterek, ahol akik mindig ráismersz, hogy igen, ez a hülye, ez a takács a nyolcadikról. Igen, Nekem is volt egy ilyen szomszédom. szomszédom. Igen. Takiék unatkoznak, ezt ugye megtudtuk, hogy ugye a kertes házból nekik a panába való költözés az egy elég unalmas történet, tehát hogy a bevásárláson kívül különösebben sok izgalom nem éri őket, holott ugye mindig volt mit csinálni egy kertben, ezt aki kertes kertes házban ő azt pontosan tudja, hogy mindig van valamit csinálni, és hát nagyon unatkoznak, és Takit megpróbálja beszervezni már is egy kis melóba. Beszervezni, ami 87-ben jelentett mást is. De ott már van egy kis dohányzás ellenes megjegyzés is. Lenke a nem barább. szereti a dohányfüstöt, úgyhogy ő nem jönnek neki jó kalámbóva, micsoda átkötés, hogy megérkezik az egykori kollega, aki megpróbálja takit meggyőzni arról, hogy ugyan gyere már vissza egy picit melózni, mert sok a kocsi, kevés a sofőr. Nem melózni, melonz. Na jó van. Jaj. Erre nincs idegrendszerem. Na, karácsonyi adásból kivágtad, hála az egyik szóviccemet, remélem majd most ebből is ez. Mert melankólikus leszel tőle, úgyhogy ezt engedjük el. Igen, is van szóviccbűnözés. Így. Elénekelünk neked egy melóniát. Na, haladjunk szerintem tovább. Na, gondolkodj inkább a melón. Melónom az agyam. Na, menjünk tovább, tehát, hogy megpróbálják rávenni takit, hogy menjen vissza dolgozni, és hát ott már látszott, hogy ha Lenke néni közli, hogy ha te visszamész, akkor én is visszamegyek dolgozni, mert hogy én nem fog egyedül itthon ülni és egy rövid húzavona után, egy nagyon rövid húzavona után gyakorlatilag pillanatokat rábólintanak, hogy oké, okay, vissza fogok menni. Tehát nem azért mennek vissza, mert kevés a nyugdíj. Nem, ők a, ők a vanabi dolgozók, akik nekik, nekik csak a, a for fun. Két hét után megunták egymást otthon. Tehát együtt vannak 50 éve. Nem, ő mondtad, aki, hogy nagyon szívesen, nagyon szívesen nézi a lenkét, ezt, ezt, ezt kikérem az ő. Jó, ezt, ezt mondta. Ja, hogy szerintem nem ezt gondolta. Aha. Tehát, ahogy, ahogy ott ülnek egymás, mert hát menjél nyugodt, és se Ez tipikusan látszik, hogy, ők két hét alatt egymás agyára mentek, hogy be vannak zárva 52 négyzetméterre. De hát emlékezzünk ez csak vissza a Covid járványra, tehát tudjuk, hogy milyen összezárva lenni. És előre látták ezt Sándorra. is. Meg előre látták ezt is az írók, látjátok? Micsoda, mit, micsoda a dolog ez? Tehát ők, nekik nem kellett Covid, meg lezárás, meg vakcina, meg ilyen hülyeségek. Nekik m 0 autópálya kellett. És egyébként, ha jól emlékszem, az az autópálya még hosszú-hosszú ideig nem is épül meg. Nem, hát, tehát ez arra rögtem, hogy m 0 autópályáról beszélnek 87-ben. Ha hol volt még 87 de nem 0 -ás? A sorozat kezdetével együtt kezdődtek ott a munkálatok, magyarul akkor voltak a kisajátítások, földmunkák, stb. és három év múlva adták át az m ezt az első szakaszát. Magyar sajátosság szerintem melyiket hogy itt elindult, hogy akkor három métert akkor a csindadatával adtunk át, hogy elképesztő, hogy hú, gyerekek, itt micsoda, az aszfalt épült már most. Taki valójában itt az elején én nem ugyanannak a karakternek látom, mint a későbbiekben, amikor már taxis. Itt egy kicsit, kicsit más milyen, itt egy kicsit ilyen nagyvilágibbnak tűnik. Hát ő, ő, a rádiónak a sofőrje, tehát ő, ő a nagy emberek bizalmasa. De ő később is az volt. De később csak egy taxis volt, aki nem fizettette ki a pénzt, miután a nő beült, akinek ellopták a kocsiját, és közben követték meg. Igen, ilyenek, de ha tehát, megnézed, egy hogy... csomószor összetalálkozott mindenféle régi főnökével, meg mindenkivel is, és ott a halára tisztelték. Mert nyilván szerették, mert ő egy jó munkaerő volt, egy megbízható és jó pofa figura, csak én arra gondolok, hogy itt egy kicsit a szerepe egy kicsit hogy ahogy Lenke is sokkal kevésbé az a kedves lenkenéni, akit később ismerünk, itt egy kicsit kekecebb. Hát Csak a Juli frusztrán. nem változik. Tehát a Juli, juli az első perctől kezdve a juli vonal. az utolsó, de egyébként Ádám sem változik. Mert a névnapja miatt. A vágásség sem változnak érdemben. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek ugyan dolgok, amik minden sorozatnál, tehát nem lehet az első részben kitalálni, hogy mi lesz a 331-ben, tehát nyilván változnak. Ezek a, ezek a dolgok, vagy megváltoztatták az idők során, ahogy Sümegi is megváltozott, és egy pozitív, kedves pozitív szereplő lett a, a, az amúgy szándékolt keket szomszéd helyett. Er jött a más keket. Mondjuk azért megmaradt keket szomszédnak? De nem úgy. Mondjuk úgy visszatekerték egy kicsit azért a potmétert. Rajtad. Viszont a már változások, karakterek, ugye itt Almáról én az első részben mondtam, hogy mindenképp ebben a részben érdemes beszélni magáról a karakterről, mert az első részben ha megnézitek ő tényleg ilyen kis csendes, kvázi visszafogott kisunoka. Aki elvileg a bíró Lászlóval, hát most jár vagy a jó tudja tudja ezt akkor hogy hívták, volt valami köztük, néha kisebb távolság a fene tudja, meg ült a, ült a mocián. Viszont a második részben, ugye találkozik, akkor már látjuk, hogy ő a Tourist Guide, ugye németül, és találkozik az új főnökével, Sipos Dezső, Dezsővel, Alias Dezirével, akit egyébként Kovács István alakít. Egyébként, bocsánat, ettől annyira állt a hát, szőre a hátam, Dezső, Dezső. Deziré. Az Deziré. Deziré. Itt még nem Deziré, itt még, csak itt, még nem. itt még csak Sipos Dezső, de mi tudjuk, igen. A, bocsánat, addig Dezső, amíg bemutatkozik az Almának, és bármikor máskor ő visszatér a képbe, ő már Deziré. Nagyon, mert pont, és, mert pont ez az, hogy, hogy Alma itt nagyon, nem mondom, hogy megváltozik, hiszen nem ismerik még effektíve, de hogy ő már egy pillanat alatt, anélkül, hogy mi tudtunk volna róla, vagy akár szegény Laci tudott volna róla, egy pillanat lepattintja szegény gyereket, mert Laci fölmegy a panelban meglátogatni őket, és keresi körtét, aki egyébként alma ezzel szórakoznak. Édes jó Istenem, de ez egy annyira gyenge, rossz poén, és hát ha tízszer nem lövöldözik el, és porzasztó. ez a, én a legjobban föl voltam, fölakadtam az első részeken, bocsát, hogy ezt a rossz poént tízszer el kell lőni. Igen, de szerencsére Mag Magdi néni, Lenke Lenke néni, néni szerencsére. mindig elhagyja. Ő, ő előbb akarja lelőni, el mint hogy ők lelőnik a poént. Szóval a második részben már azt látjuk, hogy egyszer csak Alma már rohadtul nem kíváncsi szegény lacira hiába látogatta meg, olyannyira, hogy a frissen megi ismert Sipos Dezső, alias deziré már autóval, egy piros ladával furikázza őt esti vacsorára, ahol majd ott gondolom a vendégekkel mindenféle kis parti lesz. Tehát gyakorlatilag Alma villám gyorsan lecserélte pirosladára a jó kis MZ motort, és ezzel a vele járó pasast is. A úgy, pasast. Úgyhogy nekem, nekem, itt azért egy kis személyiségtörés volt bennem az Almával kapcsolatban, Na most akkor ő voltak éppen milyen. Mert egy délután alatt szegény Lacit szó nélkül úgy pattintott el, hogy még csak annyit sem mondott neki, hogy tipli van, és közben rögtön egy, egy ismeretlen fazonnak a menő autójába beült, mert a piros lada azért akkoriban azért az nagyon menő dolog. Laci volt. az udvarlója csak. Nem járnak. Oké. Okay. De akkor sem illene neki mondani, hogy figyelj öreg, eddig tetszett a hajad, most már nem. Vagy a két kerék helyett jobban négy. Mert, mert Laci nem nagyon volt tisztában azzal, hogy most, vagy ezt most csak a, csak, csak dezirétől változott meg, vagy csak mi értjük félre, de nagyon furcsa volt végig, ahogy beszélt vele az három mondat, amit hajlandó volt rászánni. A, a, Laci egészen biztos, hogy ő úgy érzi, hogy ők kapcsolatban vannak, tehát hogy Aha. A, szerintem az a legelejétől látszik, hogy az almánál ilyen, oké, okay, mi vagyunk a haver, megyünk a, ez a motoros srácokkal, este beülünk a moziba, de hogy ott nem voltak ilyen párkapcsolati dolgok, mint most ők csókkal búcsúznak egymástól, stb. Tehát ilyeneket mi nem látunk, ennek elnére a Laci viszont, ugye, ahogy kezeli az egész helyzetet, az már inkább az, hogy ő úgy érzi, hogy ez egy párkapcsolat. Na jó, de azért az alma ki is használja őt, mert azért motoroztatja magát ide-oda. Ú, nem kicsit. Ugye? Tehát, hogy azért szegény Laci joggal érezheti talán úgy, hogy... Mondom én itt, ez, ez egy hívsovinista sorozat, és itt a, a női karakterekkel vannak bizonyos problémák. De az Sokkal alma később kevésbé nem lesz ilyen. a női karakterek. Igen, de, de itt most az elején. Itt mi? az almában nekem az, pont ez az, hogy az alma később nem lesz ilyen. Csak Júli, mert Júli ugyanolyan marad. Júli végig. ugyanolyan Csak marad. Mondom, igen. Hogyha a hallgatók még nem hallották volna. Almáról még beszéljünk egy pár szóban, hogy az ő háttérét jobban megismerjük, ha már megtudtuk, hogy az ő édesanyja a Lipcsében ment férjhez, és Alma azért ilyen jó németül, és ezért német idegenvezető, mert ő ott nevelkedett, de nyaranta rendszeresen itthon volt az öregéknél, ahogy ő így hívja nagyszülőket, és annyira megtetszett neki itt, hogy inkább hazaköltözött. Így van, hiszen sokkal jobb, mint Lipcsében. Így van. Remélem 87-ben ezt mindenki érezte, hogy sokkal jobb, mint Lipcsében. Hát, hagyok időt, hogy ezt mindenki feldolgozza, mert azért ez egy kicsit, bár elképzelhető, de egy kicsit érthetetlen. Gyere haza fiatal, 87-es verzió, ezt vág ki. <laughs> Várj, Lipcse, akkor az, az, az kellett, az, az, NDK. NDK. Tehát, hogy azért, hát jó, én nem tudom én ezt, én nem éltem akkor ott. Tehát... Hát Lipcse, az... De nem volt az a nagy világváros hmm. akkor, szerintem. Nem, nem, nem. Most az nézzük, hogy, hogy a Lipcse mellett van a Cvikaú, vagy mi a Trabantot gyártják, vagy valamilyen hasonló szörnyeteget gyártottak Lipcsében. Mondjuk egyébként el lehet, tudom azt képzelni, hogy Magyarországon még mindig jobb volt neki, mint az NDK-ban. Ma, ma, már, ma már bennünk van ez a, a ez a mantra, hogy már minden évben belekötünk. Régen lehetett simán valakinek tényleg honvágya volt, mert nem volt itt rosszabb, mint, mint ott. És ezt egyébként így az állampárt hogy nézte, hogy így kibe? Ő most akkor német állam, vagy nem tudom milyen állampolgár, NDK állampolgár volt? Vagy NDK magyar kettős állampolgár? Vagy ez hogy működött annyiban? Szerintem kettős állampolgár lehetett. Akkoriban. Itt már azért, azért tegyük hozzá, hogy itt már 87-et írunk, itt már azért az a bizonyos kommunizmus, vagy átmos, hogy átmus, ahogy hívjuk. Már nagyon, itt már olyan puha volt, hogy már szinte érezhető volt, hogy mindjárt kiszakad. Tehát, hogy et, itt már ezért ezek bőven belefértek. Talán ez a sorozat sem indulhatott volna el 87-ben, talán a magyar televízióban, ha, ha az a diktatúra. Ez az benne nem van, puhult. mert azért, mert ahogy te is mondtad, főleg egy kicsit később azért ott vannak beszólások és ironizálások is rendesen. Sőt, azért most is, mert ugye vágásiék is, amikor a nyom ban beszélgetnek, és megjelik majd a későbbi főnök, Perlaki István játsza szerepet, nagyon jó őt is, és ott például a kollégájával az akkori technikákon, a technika újdonságokon beszélgetnek, és ott konkrétan be is szólnak az államnak, illetve magának az egész rendszernek, hogy itt nem azért nem fejlődünk előre, mert nincs mire, hanem azért, mert úgy, ahogy van, trágya az egész. Tehát ott már a második részben van egy kis beszólás. Igen. De hogyha elismertünk erre a vágási féle irányra, ugye itt lényegében a második epizódban elkezdik fölépíteni a vágási ferinek ezt a igen hosszan tartó, tehát ez a ilyen küzdőszellem, a, aki mindig így viszi előre a dolgokat. A megújulás hát, királya. Így van, az előrelépés, tehát ugye, és akkor itt fogunk eljutni majd nyolc év múlva olyan mondataihoz, amiket ugye mai napig idéznek, de ezt lényegében itt a második részbe fektették le. De pont ezzel, amit ott a nyomdában beszélgetnek, és hogy hogy menjünk előre, új technikák, ő megtanulja. És ezt régi izé... nyomna, nyomni, is Igen, van, mondjuk el kérdez. a hallgatóknak, hogy értsék, tehát ugye Feri arra panaszkodik, hogy régi a technológia nyomdában, mint egy régi kódex másoló, nem mint egy modern nyomda. Mert már ezer éves szedőgépen dolgoznak, holott már régen vannak újabb, modernebb csodagépek, amivel sokkal gyorsabban lehet dolgozni, és sokkal hatékonyabban, és ő erre nyitott? Még mások is. Így nem. van. Tehát ő a számítógépes szedést meg akarja tanulni, tehát lényegében ugye egy teljes korszakváltás már ő lépne előre a technikával, mert látja, hogy van ez, érdekli, akarja, de a rendszer, de a technológia, ami ott van, stb. az nem hagyja. Nekem ez most tűnt fel, lehet, hogy furcsa, de hogy az ikonikus vége jelenetek azok itt az első epizódokban nincsenek meg. Oké, okay, a legelsőben úgy volt a vele, jó, hát azért pilot biztos nincs még kitalálva, vagy akkor még elsőre nem akarták belerakni, de nincs a második részbe se ez az ikonikus zárás, és megmondom őszintén, hogy utólag visszanézve ez nekem borzasztóan hiányzott. Amennyire tudnak ezek ilyen szeleburdi, gadgyi, izé akármik lenni, nagyon, nagyon hiányzott. Aki, aki nem kéről. tudná, miről beszél most Attila. hogy a szomszédnak egy klasszikus eleme volt mindig az, hogy a, a zárás az úgy működött, hogy minden szereplő, miközben a neve ki volt írva, hogy ő ki, ki a színész neve, egy-két ilyen bölcs gondolatot a zárta. Később lesznek egy-egy mondatok, és aztán azután lesz olyan, mint a szomszédok túlnyomó többségének a vége, hogy azok a klasszikus ilyen. Hát az adott részt, az ő saját szerepét, vagy az aikban aktuális történetet felfűzi egy-két ilyen bölcseletre, és úgy zárul a, a maga a rész, és utána végén mindig egy jelenettel zárul, ahol egy-két plusz szereplő a végén még külön elmondja, mert ez úgy volt, hogy mindenki mondat, 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 és aztán volt egy rövidke jelenet, egy jelenet és, és utána még két és mondat. És néha még be cliffhangerbe. Igen. Ez, ez, ez egy tipikus szomszédok elem lesz majd, amit te Igen, most és jog, mondom, joggal tehát, Itt oltában. ez fájóan Igen. hiányzik. Igen. Ne, nem tudtuk meg, tényleg? hogy... Igen, tényleg nincs benne. Ki vannak írva a szereplők, de csak mutatják őket, hogy némántátok Igen, majd. és nem tudtuk meg, mit akar Etus és Virágdoktor. Egy... <síns> mi a gondolat a mai dolgokról? Szerintem, szerintem akkor zárjuk a mai műsort, mi is ilyenekkel. Mondjuk én azt mondom, hogy uh, dinnyét akartam venni a boltban, de két dekával több volt. Ha reggel már két perccel később indulok el, nem érem el a buszt, és egy órát kések a munkából. Azt mondják, kólát iszom, de nekem otthon szív páleszem van. Új Szomszédok Podcast-tel legközelebb február 23-án érkezünk. Gizur Gergő, Melon Attila és valamennyi munkatársam nevében pedig nagyon köszönöm a mai megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.